Rács mögött az elkövetők mafiaszerű eszközökkel és módszerekkel próbálta akadályozni a bűnüldöző szervek munkáját egy bűnszervezet, amelynek vezetője nyíregyházi ügyvéd volt. Hamarosan virágzik, júliustól a hatóság már ellenőrzi a parlagfűvel fertőzött területeket légi felderítéssel is, de egyelőre csak figyelmeztetik a gazdákat a védekezési előírások betartására. Városnap és lecsó főzés Tiszalökön. Több település összefogásával turisztikai fejlesztésekre kaphatnak uniós támogatást a tiszamenti települések, hangzott el a fesztiválon. Mafiaszerű eszközökkel és módszerekkel próbálta akadályozni a bűnöldöző szervek munkáját az a bűnszervezet, amelynek irányítóját és annak két társát őrizetbe vették a NAV Észak-Alföldi pénzügyi nyomozói. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A nyíregyházi ügyvéd által irányított vállalkozás a búsás haszon reményében szinte bármilyen illegális ügyletbe belevágott, mint például cégek eltüntetése vagy éppen cigarettacsempészet. Az ügyvéd a 2000-es évek elejétől kezdve sok bűnözőt védett, így megismerte a különböző bűncselekmények elkövetési módját és azokat a módszereket, amelyekkel a büntető eljárások sikere meghiúsítható. Ezeket az információkat felhasználva búsás anyagi haszon reményében bűnszervezetet épített ki. A vállalkozásként működő szervezetnek cégek eltüntetése, vagyon elleni bűncselekmények és cigarettacsempészet mellett prostitúcióval kapcsolatos bűncselekmények is a számlájára írhatók. Emellett a büntető eljárásokat például hamis bizonyítékokkal, hamis tanúvallomásokkal és hamis okiratokkal igyekeztek hátráltatni. Az ügyvédnek a bűnszervezet zavartalan működése érdekében arra is volt gondja, hogy az eljáró nyomozókat, ügyészeket feljelentgesse, vagy vesztegetés látszatának keltésével alaptalan elfogultsági bejelentésekkel próbálja elérni, hogy az eljárásokra más hatóságokat jelöljenek ki. Ezzel azt akarta elkerülni, hogy a szervezet jelleg és az állandósult elkövetői kör feltűnjön a hatóságoknak. Miután a bűnszervezetet irányító ügyvéd védőként megismerte, hogy a fiktív cégátruházások milyen nagy haszonnal kecsegtetnek, elhatározta, hogy szervezetten tesz eleget a cég tulajdonosok ilyen igényeinek. Ehhez ukrán bukó embereket, illetve fiktív magyarországi székhelyeket biztosított, mindezért pedig cégenként legalább 500 ezer és 1 millió forint körüli összeget kért. Az ukránok, tehát azok az emberek, akik valójában a személyes adataikat adták az illegális cégátruházásokhoz, tehát a strómanok 50 ezer forintot kaptak mindezért. Az üzletszerű szolgáltatás országszerte elhíresült, még Budapestről is kapott az ügyvéd úr megrendeléseket. Ennek ugye a legfőbb oka az volt, hogy így mentették ki a cégek még meglévő vagyonát a tulajdonosaik közvetlenül a felszámolási eljárás előtt vagy annak közelében. Mindezzel pedig nyilvánvalóan az ügyvezetők meghiúsították a bejelentett hitelező igények kielégítését. Ezzel a módszerrel még azt a láttatot is keltették, hogy a cégeknek nem csak a vagyona, hanem a számviteli irata is az ukrán ügyvezetőhöz került, így pedig leplezni tudták az egyéb bűncselekmények, mint például a bírsággal járó szabálytalanságok elkövetését is. Eddig adatok szerint összesen 48 céget fantomizáltak, a 48 cég közül pedig 5 esetében állapítható meg a csődbűncselekmény büntettének elkövetése. A pénzügyi nyomozók 15 embert hallgattak ki gyanúsítottként, köztük a nyíregyházi ügyvédet és két segítőjét. Hármójukat őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte előzetes letartóztatásukat. A nyomozás közokirat hamisítás és csődbűncselekmény miatt folyik. A nagy hőség és a száraz időjárás miatt idén később kezdődik a parlagfűvirágzása. Júliustól a hatóság már ellenőrzi a parlagfűvel fertőzött területeket légi felderítéssel is, de egyelőre csak figyelmeztetik a gazdákat a védekezési előírások betartására. Ezzel a rendőrségi helikopterrel ellenőrzik a növényvédelmi felügyelők és a földhivatal munkatársai a megye kül- és belterületeit parlagfű után kutatva. Tavaly 280 ezer hektárnyi területet vizsgáltak meg a hatóság munkatársai, idén hasonló nagyságrendű ellenőrzést terveznek. Ott, ahol fertőzést észlelünk, vagy gyanús, akkor ott lejjebb ereszkedünk, beazonosítjuk, ha tényleg parlagfűről van szó, akkor a fertőzött területnek a meghatározott, hogy a minimum 3 sarokpontját GPS koordinátával beazonosítja a földhivatalnak a kollégája. Fent egy ideiglenes jegyzőkönyvet veszünk fel,
fényképeket készítünk a területről, és majd nyilván, amikor itt ezek a sorozatok megvannak, akkor bent a számítógép mellett a földhivatal ráviszi ezeket az adatokat a paralaxis információs rendszerre. Ezen a rendszeren keresztül a Növény- és Talajvédelmi Hatóság megkapja ezeket a jegyzőkönyveket, ezeket az adatokat, és ez alapján indítja az eljárást. A tavalyi évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 300 hektárnyi fertőzött területet találtak, és összesen 210 hektáron bírságolták a földtulajdonosokat. A kiszabott büntetések összege meghaladta a 4 millió forintot. A jogszabály szerint mindenkinek minden év július 1-jéig a területén meg kell akadályozni a parlagfű virágbimbós állapotának a kialakulását. Most ebben az évben csúszott a korábbi évekhez képest a virágzás, tehát ebben az évben is a hozzánk érkezett ügyeknek a nagy részében még nem virágzó gyom van, tehát itt nem is bírsággal kezdünk és közérdekű védekezés elrendelésével, hanem ebben az esetben jelezzük a gazdának, hogy védekezzen. Az utóbbi években egyre kevesebb a parlagfű a keleti megyékben, ám nehezíti a védekezést, hogy a szomszédos országokban, Ukrajnában és Romániában egyáltalán nem foglalkoznak a parlagfűmentesítéssel. Áldatlan állapotok uralkodnak az állami kezelésben lévő Sóstói Park Hotel területén, mondta sajtótájékoztatóján Nagy László, az MSZP nyíregyházi elnöke. A politikus szerint az elhanyagolt terület méltatlan a turisták által látogatott városrészhez, éppen ezért azt javasolják az önkormányzatnak, hogy tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy a Park Hotel visszakerüljön a város tulajdonába. Az elmúlt hetekben figyeltünk fel arra, hogy ezen az ingatlanon olyan mértékben gazdátlanná vált az ingatlannak egyes részei, váltak olyan egyes részei, amelyek azt gondolom, hogy nem méltóak a jelenlegi törekvésekhez, erőfeszítésekhez, és ennek érdekében tettük azt a javaslatot, hogyha már az állam ennyire rossz gazdája ennek az ingatlannak, akkor legyen kedves adja át a későbbiekben egy egyház önkormányzatnak. Meggyőződésünk, hogy sokkal jobb állapotot tudna teremteni az önkormányzat ezen az ingatlanon, mint jelenleg az állam teszi. Több település összefogásával turisztikai fejlesztésekre kaphatnak támogatást a tiszamenti települések. A 2014-20-as uniós ciklusban tájékoztatott Vinnai Győző országgyűlési képviselő Tiszalökön a 16. Városnap és Lecsófőző Fesztiválon. A fesztiválon 200 kék luftballon pedig azt jelképezte, hogy a településen óvják a vizek tisztaságát, hiszen a városban befejeződött a 1,5 milliárd forintos szennyvízberuházási program. 16. Városnap és Lecsófőző Fesztivál Tiszalökön. Az idei rendezvényen is több sátorban vállalkoztak, az egyik hagyományos magyar ételnek, a lecsónak az elkészítésére. A helyi intézmények, egyesületek, tiszalöki baráti társaságok és a szomszéd településekről érkező csapatok is megmutatták főzéstudományukat, hiszen nem csak lecsó főtt a bográcsokban. Egy lecsós dagadót készítettünk, amit háromfajle paprikából készítettünk, kétféle szalonna van alatta és házi kolbászból. Tojással és rizssel ízesítettük még a végén. Hagyományos fűszerek vannak benne, paprika, bors, só, ami a lecsóhoz szükséges. A zsűri a kuláklecsót értékelte első helyen, de a második, harmadik vagy különdíjas ételek is igazi kiválóságnak számítottak, így a jutalom sem maradt el. A Tisza mentén minden településnek van értéke, sajátossága, hagyománya, ezt ki kell használni, emelte ki beszédében Vinnai Győző országgyűlési képviselő, aki szerint turisztikai programokra, beruházásokra érdemes lesz pályázni. Egészen Tiszalöktől, de hát a Tiszadobtól is megnézhetem az Andrássy kastélyt, vagy Tiszalök maga üdülőtelep. Nagyon sokan járnak itt a Tiszára nyáron, képzőművészeti alkotótábor is van, de hogyha tovább megyünk föl Rakamazon át Szabolcsra, Balsára, Tiszabercelre, akkor azt lehet mondani, hogy a turisztikában vannak még kiaknázatlan lehetőségek. Én azt szeretném elérni, hogy a polgármesterek összefogással egy olyan turisztikai attrakciót valósítsanak meg, vagy pályázzanak a mostani uniós ciklusban.
Tiszalökön sikerrel befejeződött az 1,5 milliárd forintos szennyvízberuházás. 200 kék luftballon jelképezte azt, hogy a város ezáltal is meg tudja óvni vizeinek tisztaságát és minőségét. A projektnek köszönhetően növelték a szennyvíztisztító telep kapacitását, és teljes kiépítettségű lett a hálózat. Jelenleg a belterületi utak helyreállításán dolgoznak. Most azért izgulok, hogy az utak, árkok, járdák helyreállítása megfelelőképpen elvégzése kerüljön. Nagyon érzékenyek az emberek ebben a témában, hiszen azt gondolják, hogy új utakat fognak kapni, viszont uniós forrásról beszélünk, és nem lehet utakat csak úgy helyreállítani, csak ott, ahol megbontották az utakat a kivitelezés során. Tehát most azért izgulok, hogy mindenki elégedett legyen, természetesen még mi is teszünk hozzá önerőt. A városnap lehetőség arra is, hogy megmutassák magukat a helyi iskolák, művészeti csoportok, együttesek, a színpadi produkcióikat láthatta a közönség, a fesztivál hangulatról pedig a meghívott énekesek és művészek gondoskodtak. Idén már 15. alkalommal mutatták be Beregdarócon, hogyan juthatunk el a Kendermagtól a Vászonig. A hagyományőrző rendezvényről a folytatásban láthatnak egy összeállítást, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. 11. alkalommal rendezték meg a bogáti forgatagot Nyírbogáton. A térségben élők vetélkedőkön mutathatták meg ügyességüket, színpadi produkciókat tekinthettek meg, és ínyességeket kóstolhattak. A kétnapos rendezvényre több ezren látogattak el. Vereséggel kezdte a szezont a Kisvárda Masztergúd. A labdarúgó NB2 nyitó fordulójában Sós Imre együttese a Csákvárt fogadta, és bár a hazaiak a 6. percben már 2-0-ra vezettek, a vendégek végül 4-3-as győzelemmel távoztak a várkerti pályáról. Idén már 15. alkalommal mutatták be Beregdarócon, hogyan juthatunk el a Kendermagtól a Vászonig. A hétvégén tartott Kenderes Napok egy szakmai rendezvény, amelynek keretében a hagyományőrzés és a gasztronómia is szerepet kapott. A fesztivál díszvendégei Romániából érkezett csángó gyerekek voltak, idén először díszpolgárt is avattak a településen. A kender nyűvését, áztatását, a kendertörést, a szöszcsinálást, fonást, szapulást és a szövést is megtanulhatták mindazok, akik ellátogattak a hétvégén Beregdarócra, a már hagyományos Kenderes Napok rendezvénysorozatra. A településen működő tájházban és a fesztivál helyszínén a kenderfeldolgozás valamennyi lépését bemutatták. Mikor a szösz megdörzsölődik, akkor a gerebben megfésüljük, ez a szöszcsinálás. Sokunknak vannak olyan eszközök, amelyeket annak idején használtak a falvakban, például a gereben, az nekem is van, és fogalmam se volt, hogy néz ki munka közben a gereben, de akár az esztovátáról is beszélhetünk, ahol már a szőnyekészítés is zajlik, és a település a régi elfelejtett hagyományokat hozza vissza. Természetesen a nevéből magából adódik, hiszen a daróc egyértelműen a ruhadarabra utal. Egy másodszor meg azért fontosak a rendezvények, mert a közösség összetartó ereje ebben a globalizált és elidegenedett világban a legfontosabb. A Kenderes Napok megnyitóján beszédében a megyei közgyűlés alelnöke elmondta, a településen a hagyományokat nem ápolni kell, hiszen nem beteg, nem őrizni, hiszen nem rab, hanem megélni szükséges. Úgy gondolom, hogy egy települési közösség akkor tud tenni azért a közösség azért a településére, ahol akkor tudja élhetővé tenni, hogyha a hagyományaikat is élővé tudják varázsolni, és így lesz meg a folyamat is, mert így be tudnak kapcsolódni a fiatalok is reményeink szerint ebbe a munkába, és át tudják venni azt a tudást, amely a kiművelt ember főkben már az öregekben megvan, és bízunk benne, hogy ezt sikeresen tudják majd továbbvinni, mert ez lenne a kulcsa, hogy ugyanúgy, ahogy a kendernél elvetjük a magot, ugyanúgy el kell vetni a hagyományőrzésnél is a magot, hogy az kikeljen, és utána annak is ezt a termését tudjuk élvezni a későbbiekben. A Kenderes Napokon Beregdarócz első díszpolgárát is megválasztották. Díszpolgári címe, várjuk a lakosság és az embereknek a javaslatát, hogy kit tegyünk be. Ebben az évben Vince Jenő volt általános iskola igazgató, kapta, aki nevéhez kötődik a mostani általános iskolánk. Sajnos tragikus hirtelensége, balesetben elhaladott már nagyon régen, viszont borzasztó sokan emlékeznek rá, és nagyon sokat tett Beregdarócznak a szellemi fejlődésébe, a gyerekeknek szellemi és fizikai fejlődésébe, és mai napig is még szeretik és tisztelik, és ezért megkapta a díszpolgári címet. A meghívottak között a kézműves bemutatók mellett népdalkörök, tánccsoportok is képviseltették magukat, a rendezvény idei díszvendégei pedig csángóiskolások voltak.
11. alkalommal rendezték meg a bogáti forgatagot Nyírbogáton. A térségben élők vetélkedőkön mutathatták meg ügyességüket, színpadi produkciókat tekinthettek meg, és igazi ényentségeket kóstolhattak. A kétnapos rendezvényre több ezren látogattak el. Traktoros felvonulás és traktoros vetélkedő a bogáti forgatagon. Itt a helyi gazdálkodók mutatták meg a nagyközönségnek, mennyire bánnak ügyesen a járművel. A vetélkedő iránt nagy volt az érdeklődés, hiszen a térségben élő lakosok nagy része mezőgazdasági munkákból él, és kíváncsiak voltak arra, ki a legjobb traktoros a környéken. Az első helyezettől azt is megtudtuk, mi kell a jó eredményhez. Elsősorban rutin. Elsősorban össze legyen az ember szokva a traktorra, ugye nagyon sokat dolgozom a traktorral, és a traktornak természetesen a műszaki paraméterei fordulékony legyen, és könnyen mozogjon. A vetélkedők mellett természetesen a gasztronómiai élvezetek is előtérbe kerültek. Egy helyi vállalkozó felajánlásából vaddisznópörkölt került az asztalokra. A folytatásban pedig babgulyást, kemencében sült kenyérlángost és vállalkozó kedvű vállai asszonyok jóvoltából finom strudlit is kóstolhattak az ínyencek. Úgy kell kidolgozni a tésztát, mint egy hájas tészta lenne, de bele kell tenni a tejfölt, kefét, ami belevaló, és ezt lehet többfajta töltelékkel, lekvárral, túróval, krumplival, van már hagyomány szerint nem még, de van, ahol már még káposztással is csinálják. Úgyhogy vállaljon, ez a menő, vállalj Studi Fesztiválkor mindig ezt csináljuk. Úgyhogy most már Bogáta is már háromszor jöttünk el Studit sütni. Nagyon nem imádják, nagyon szeretik, hát nem győzünk sütni. A rendezvényen ingyenes szűrővizsgálatokon tájékozódhattak az érdeklődők egészségi állapotukról, valamint színvonalos koncerteken vehettek részt. Színpadra lépett sokak mellett Szandi, Dérheni és Márió is. A bogáti forgatagot immár 11. alkalommal rendezte meg az önkormányzat. A lakosság nagy része nem tud kimozdulni gyerekekkel, családokkal, pihenni, elmenni. Nem biztos, hogy minden családnak megengedni a családi kasszája ebben az anyagi helyzetben, hogy gyerekekkel elmenjenek hosszabb távra, és fizetős belépővel részt vegyenek rendezvényeken. A nyírbogáti forgatagon nincs belépőjegy, ennek forrását mi megpróbáljuk megteremteni, és nem a nyírbogáti kasszát megterhelve ezzel. A forgatag kísérő rendezvényeként kiállítás nyílt a tájházban. A tárlaton helyi amatőr festők alkotásait mutatták be, valamint Nyírbogát összegyűjtött régiségeit is megtekinthették az érdeklődők. Vereséggel kezdte a szezont a Kisvárda Masztergód. A labdarúgó NB2 nyitó fordulójában Sós Imre együttese a Csákvárt fogadta, és bár a hazaiak a 6. percben már 2-0-ra vezettek, a vendégek végül 4-3-as győzelemmel távoztak a várkerti pályáról. Úgy kezdődött a mérkőzés, ahogyan azt a kisvárdai szurkolók elképzelték, Erős Gábor már a 3. percben betalált a csákvári kapuba, majd ugyan ő a 6. percben megduplázta a hazai előnyt. A 19. percben a mérkőzés további menetét meghatározó esemény történt, Koronci szabálytalankodott a kapu előtt, amiért Böcskei játékvezető kiállította a védőt, a megítélt 11-es pedig Molnár Csaba értékesítette. Az első félidőben már nem esett több gól, a 62. percben viszont oldalfejesével egyenlített a Csákvár. A 78. percben Kosta ismét a Kisvárdát juttatta előnyhöz, 3 perc múlva azonban megint egyenlő volt az állás, Molnár lőtt nagy gólt Tarci kapujába. Újabb 2 perc múlva ismét örülhettek a vendégek, Mihály Dávid szerezte meg a mérkőzés utolsó, egyben vendéggyőzelmet jelentő gólját. Úgy indult a mérkőzés, ahogy elterveztük, rá akartunk menni a csákvári csapatra, az elején gólokat szerezni, ez meg volt, tökéletesen ült minden. Úgy gondolom, hogy fiesztának indult ez a mérkőzés, temetés lett sajnos a vége. De hát akármilyen ellenfél ellen 2-0-ás vezetésű emberhátrányban is, igaz, hogy ez nagyon korai volt, de le kellett volna tudni hozni ezt a mérkőzést, óvodás gólokat kaptunk, saját magunkat vertük meg. A vendégek edzője szerint emberelőnyben játszva is jelentős fegyvertény, hogy 2 gólos hátrányból meg tudták fordítani a mérkőzést. Nagyon meglepett minket a Kisvárda, bár készültünk arra, hogy felfogadott hangulatban fognak pályára lépni az első hazai mérkőzésükre a bajnokságban, és így is tettek, megleptek minket. Mindjárt 6. percben 2 gólos hátrány nem könnyű eset, és azt kell mondjam, hogy büszke vagyok a csapatra, hiszen fel tudott állni ebből a nehéz helyzetből. Igaz, hozzájárult ehhez a kiállítás és a 11-es is, de hát oda kellett kerülnünk. Ezt hál' Istennek sikerült megoldanunk. A második félidőben meggyőződésem, hogy
közelebb álltunk végig a győzelemhez, és annak ellenére, hogy ismét az ellenfél szerzett vezetést 3-2-re, 10 perccel a vége előtt sikerült talpra állnunk, és két rájukba szabott góllal megfordítani a mérkőzés, úgyhogy ez gratulálok a csapatnak. A forduló további eredményei: Budaörs Balmazújváros 1-1, Soroksárszolnok 0-2, Siófok-Dunaújváros 4-2, Ajka-Sopron 3-1, Szeged-Gyirmót 0-0, Sziget-Szentmiklós-Zalaegerszeg 1-1 és Mezőkövesd-Vác 2-1. A Kisvárda Masterclub szombaton a Gyirmótot fogadja. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. Mafiaszerű eszközökkel és módszerekkel próbálta akadályozni a bűnüldöző szervek munkáját az a bűnszervezet, amelynek irányítóját és annak két társát őrizetbe vették a NAV észak-alföldi pénzügyi nyomozói. A nyíregyházi ügyvéd által irányított vállalkozás a búsás haszon reményében szinte bármilyen illegális ügyletbe belevágott, mint például cégek eltüntetése vagy éppen cigarettacsempészet. A nagy hőség és a száraz időjárás miatt idén később kezdődik a parlagfű virágzása. Júliustól a hatóság már ellenőrzi a parlagfűvel fertőzött területeket légi felderítéssel is, de egyelőre csak figyelmeztetik a gazdákat a védekezési előírások betartására. Összefogással turisztikai fejlesztésekre kaphatnak támogatást a tiszamenti települések a 2014-20-as uniós ciklusban. Tájékoztatott Vinnai Győző országgyűlési képviselő Tiszalökön a 16. városnapon és lecsófőző fesztiválon. A fesztiválon 200 kék luftballon azt jelképezte, hogy a településen óvják a vizek tisztaságát, hiszen a városban befejeződött a 1,5 milliárd forintos szennyvízberuházási program. A Kölcsei Televízió hétfői híradóját látták. Friss hírekkel keddeste is jelentkezünk, híreinket addig is megtekinthetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, záporokkal. Délfelől meleg, de még kedden is nedves levegő áramlik fölénk, ami kedvez a záporok, zivatarok kialakulásának és füllettséget okoz. Főleg az éjszaka első felében zápor-zivatar még előfordulhat szélerősödéssel, majd megnyugszik a légkör, reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható több órás napsütéssel. Zápor-zivatar továbbra is kialakulhat a délutáni, kora esti órákban lokálisan nagy csapadékkal. A zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos széllökések is lehetnek, délutánra 31 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Szerdán még elszórtan lehet délutáni zápor, zivatar, majd csütörtöktől legalább a jövő hét elejéig nem várható csapadék. Országos kánikula, nem egy helyen forróság valószínű, 35 fok feletti délutáni hőmérséklettel és meleg éjszakákkal.